La ultimul... Ultima întâlnire? Da, cu el e ultima întâlnire. Ok, elérkeztünk itt a kultusnak az utolsó részéhez, amikor egy kicsit már beszélünk a gyakorlati részéről, ugye jogának. A sérelem. Szóval sok filozófia után egy kicsit most már a praktikus részéről is beszélünk a jogának, mi az, ami a jóga gyakorlás során, mint életmód, vagy táplálkozásbeli dolgok, hogy milyennek a háttere. Azt a vedem după foarte multă filozofie și partea mai practică a exercițiilor și a stilului de viață, ce sunt în spatele alimentației? Kezdjünk először egy kicsit, ugye mondtam, hogy visszakötünk erre az ahimsa dologra, kezdjük el először ezt. Începem cu ahimsa, ca am menționat, o să revenim la subiect. Hogy többek között, meg az, hogy, hogy egyáltalán ennek a szatvagunának a tudati, tehát mi a tudati háttere ennek a fajta jóga életmódnak. Și care este și ce este în spatele conștiinței mentale? Szóval az életmód, a jóga életmód az legfontosabb szempontból, illetve legjobban azért fontos, mert ez támogatja a szatvikus tudatot. A stílus de viață jogin, de aceea este important, pentru că favorizează conștiința szatvică. Tehát egy joginak a táplálkozás, minden dolog, amit ahogyan ő él. Alimentáció, ami jogin, toate lucrurile pe care le face în viață. A fő ok az az, hogy ő akarja elérni a célját. Este pentru că are o cauză foarte importantă. Ami az abszolút igazság. Vrea să vină felul, realizarea sinelui, adevărul absolut. Tehát nem azért táplálkozik úgy, mert mondjuk ez a legújabb trend. Deci el nu se alimentează pentru că e ultimul trend după care ne alimentăm. És valami ultra divatos vegánnak lenni. Și că acum e foarte la modă să fii vegan. Mert ugye már a legtöbb hollywoodi sztár, már mindenki vegán, meg mindenki izé. Tehát a sztárlő, de Hollywood majoritát, ez vegán. Vagy az, hogy ez rendkívül egészséges. Sau pentru că este foarte sănătos. Mert az. De fapt îi. De ennek a hátterében is az van, hogy igazából a táplálkozás célja az, hogy kitisztítjuk a testnek a szennyeződéseit. Dar alimentația sănătoasă este ca să putem curăța toxinele din corp. Van egy, az ajurvédában van egy összegző név a toxinokra, ugye a mérgek, testben lévő mérgek, amit úgy hívnak, hogy ama. Ama se numește în Ayurveda toxinele, da? Acumularea de toxine în corp se numește Ama în Ayurveda. Asta o să vorbim data viitoare. Hogyha nagyon sok ilyen ama van a testben felhalmozódva, dacă se acumulează foarte mult ama în corp, akkor az hatással van a tudatra is. Influențează și mentalul. Mert az amák, a toxinok, azok a tudatlanság kötődők. Pentru că toxinele sunt în tanugona. Ebben tartozik akár még a zsír is. Aici se include inclusiv și un soare. Ez is egyfajta lerakódás a testben, ami nem oda való. Deci, van bizonyos mennyiség, ami igen, de van, un fel de depunere care nu are ce să caute în corp. O parte, da, depunerea toxinele. Toxinele. E o depunere în corp care nu are ce caute în corp. Szóval a fő koncepció az az, hogy mi az, ami olyan fajta életmódot követünk, ami a legjobban segíti a tudat jóság kötőerejébe való emelkedését. A koncepció de base este de fapt, cum putem să ne creăm stilul de viață, care să ne ajute să ne dezvoltăm mentalul și conștiința către safa bună. În modul bunătății, deci încolo ne îndreptăm. És néha jönnek emberek, és akkor kérdezik azt, hogy hát mi köze van annak, hogy a te spirituális életednek ahhoz, hogy mit eszel, meg mit iszol.
Și vin oamenii și întreabă ce legătură are ce mănânci și ce bei cu viața ta spirituală. Hogy az egyik egy lelki dolog, a másik meg egy anyag, és hogy egy lelkinek nem kéne függni az anyagon? Pentru că una este un lucru material și celălalt este un lucru spiritual și că cele două ar trebui să depindă una de cealaltă. De van egy nagyon egyenes vonal, ami összeköti a kettőt. De există o linie foarte dreaptă care le leagă pe amândouă. Hogy a lelki gyakorlatok, azok függnek a tudat minőségén. Pentru că procesele spirituale depind de calitatea minții. Hogy amilyen tudatban vagy te, olyan minőségű lelki gyakorlatot tudsz csinálni? Calitatea conștiinței. Még egyszer kérlek, mert... Amilyen tudatban vagy, olyan minőségű lelki gyakorlatot tudsz csinálni. În funcție de conștiința în care te afli, de așa calitate o să-ți fie practica spirituală. Igen. Szóval, hogy... hogyha te nem olyan kötőerőben van a tudatod, dacă conștiința ta nu se află în acel mod al naturii, nem a jóság kötőerejében, al bunătății, hanem a szenvedély vagy a tudatlanság kötőerejében van, akkor a tudatod nem tud elmerülni a lelki folyamatot. Ci în tamaguna, deci dacă conștiința nu este în starta bună, ci în tamaguna, atunci tu nu poți să mergi profund într-un proces spiritual. És azt, hogy milyen kötőerőben vagy, și sub ce gună ești, az a körülötted lévő anyagi körülményeknek a behatásán függ. Mitől függ? Tehát, hogy a körülötted lévő körülmények határozzák meg az, hogy milyen kötőerőbe kerül a tudatod. Circumstanțele în care trăiești o să determine în ce gună o să fii. Ugye, amikor van egy üveget, beleteszel egy jégtáskába, jég közé. Egy üveg üdítőt. Ai o sticlă de suc și pui în geanta frigorifică în gheață. Da? Așez acolo. Akkor milyen lesz? Jéghideg. Atunci se va răci sucul. Akkor beleteszel egy vasat a tűzbe. Când pui fier în foc. Akkor milyen lesz? Cum o să fie? Forró, mint a tűz. Fierbinte, ca și foc. Mert átveszi a környezetének a hatása, szóval hatással van. Pentru că mediul înconjurător are efect asupra noastră. Szóval a világban, amilyen világban élünk, amivel társulunk körülöttük, amit elrendezünk magunk körül. Deci modul în care tu îți aranjezi lucrurile în jurul tău, cu cine, ce oameni te asociezi. Azok fognak hatással lenni a te tudatodra. O să aibă efect asupra conștiinței tale. Ugye már a kötőerőkről beszéltünk. Am vorbit deja despre bune. Hogyha akarsz jogát gyakorolni, akkor nem mész el egy füstös kocsmába, ahol zaj van, illuminált emberek, vagy nem mész el egy bevásárló központba, ahol szintén megy a zaj, és mindenki rohangál és csinál valamit, mert más kötőerő. Egy szép, tiszta szobában, ahol világos van, nyugalom, zene, és nyugodt körülmény, ott lehet jogázni. Mert az jóság kötőre. Szóval minden dolog, amivel te társulsz, ahogy alszol, amilyen helyen laksz, amilyen emberekkel társulsz, amit eszel, amit iszol, az meghatározza, hogy a tudatod milyen állapotban lesz. Szóval egy közvetlen kapcsolatban az, hogy mit eszek és mit iszok, közvetlen kapcsolatban az, hogy a tudatom melyik három kötőerőbe lesz. Adică ce mănânc și ce beau va determina sub ce gună se va afla conștiința mea după. Nagyon egyértelműen látszik a hatás, amikor valaki mondjuk iszik alkoholt, hogy hatása van a tudatra. Hai să vedem dacă cineva bea alcool, are efect asupra conștiinței. Se vede asta clar pe o persoană care intră sub influența tamagunei prin alcool. Ugye, iszol alkoholt, lehet inni a
viccesség és a szenvedély és a buli. De most ott úgy megy eszembe, de szabad kell is szintjére. Aztán lehet aztán abba a tamaguna. Aztán lehet arra a szintre inni, amikor azt sem tudod, hogy ki vagy. De hát ez csak hogy van, ez egy kemikál, ez úgy megiszok, és az hogyan tünteti el a józan eszet? Ez egy kérdés? Tehát, hogy ez... Mint egy kérdés mondjuk. Igen. De ez nem olyan kimikál, vagy kumpot ezt a személyen mint szíve. Szóval ugyanúgy, amit eszünk, annak is van hatása a tudatunkra. Exact. Szóval Bhagavad Gita leírja, amikor beszél a 14. fejezetben a kötőerőkről, leírja a különböző kötőerőkben lévő ételeket is. Bhagavad Gita kapitolul 14, când vorbește despre gune, descrie și alimentele care sunt categoriile celor trei. Leírja, hogy a tudatlanság kötőerőjéből lévő ételek olyan, ami büdös, rohadó, erőszakhoz kapcsolódik. Alimentele tarmacune sunt cele care bűnös sau au ajuns la tine farfurie prin violență sau urât mirosit. Tudatmódosító dolgok. Toate alimentele care se modifică puțin mentalul au efect asupra minții. A szenvedély kötőerében a nagyon erős ízek, nagyon sós, nagyon intenzív az ilyen dopingszerek. În modul pasiunei deja sunt acele alimente care sunt mult prea sărat, mult prea dulce, mult prea, deci exagerat într-un anumit gust. Ezek a dolgok. Jóság kötőerében lévő dolgok, gabona, alimentele, bunătății, zöldségek, cereale, legume, gyümölcsök, fructe, tejtermék is jóság kötőerében. Ezek, és akkor amit beviszel, akkor azt a kötőerőt fogja behúzni. Și ceea ce mănânci, acea bună o să atragă. Deci calitățile bunei respective ți le tragi în tine cu mâncarea. Szóval, ha én állandóan eszek tudatlanság kötőerejéből lévő dolgokat, akkor a tudatot le fogja húzni abba a régióba, aminek a tulajdonságai. O să strage conștiința atâta de jos, unde tudatlanság, nincs tudás, unde nu ai cunoaștere, iluzió, iluzie, agresszió, agresszivitate, büszkeség, a mândrie, practic toate calitățile care ți le dă lustaság, lustaság, tehát ez tudatlanság kötőerejének, elégedetlenség, panaszkodás, szenvedés. Suferință, astea toate țin de tamaguna, ca și însușirile bunei, care le primești odată ce mănânci. És akkor az lesz, szóval az meg nem kedvező. Tehát, hogy egy jogi akar lenni pozitív, elégedett, boldog, și atunci nu este favorabil, dacă tudás, tisztaság, să se dezvolte, să fie pacifist, să fie fericit, n-are cum să fie, dacă tot timpul mănâncă. Ugye te akarod a lelki gyakorlatokat végezni, az azt jelenti, hogy, hogy egy megfelelő tudat kell. Dacă tu vrei să practici, să exersezi practic spiritual, înseamnă că ai nevoie și de o conștiință pentru asta, să poți să faci. Să akar valaki egy maratont lefutni. Dacă tu vrei să fugi maraton, de hogyha mondjuk egy olyan életet él, hogy van rajta 100 kiló fölösleg, meg mindenféle testi problémája van, mert lelakta magát. Nincs meg a körülmény, hogy ő azt meg tudja tenni. Lépni alig tud, sétálni alig, amiből majd meg fulladt szívinfarktust kap. Nu că să mai fugi maraton. Mi-am gândit, fugi și am maraton. Nu știu. Fugi. Sau ahoz bani condiții, o hai tebe, tu i valami cine. Ca tu să poți să faci un lucru. És akkor ezért a jogi törekszik arra, hogy akkor az a cél, hogy mi ezt a tudatállapotot elérjük. Și atunci yoginul înțelege că țelul este ca să ajungă la acea conștiință în care el poate să practice în condiții favorabile yoga. Sajnálatos módon ugye ez a jogikus életmód, vagy életvitel, az egészséges életmód, az a nyugati ember számára egy... Nem is tudom, olyan, mint ami UFO-k lenne, aki úgy él, például.
ez egy titok számukra. Da. A nyugati ember számára ez egy távoli dolog. Da, pentru omul modern, pentru omul de vest, da, lucrurile astea care sunt legate de stilul de viață sănătos sunt foarte importante. Mikor mondod, hogy te nem iszol alkoholt és te vegetáriánus vagy? Când spui cuiva că tu nu bei alcool și ești vegetarian, asta era reacția. Ha, mi jó dolog van az életedben? Na, mert akkor ce lucru bun mai în viață, dacă nu bei ceva. Én soha életemben nem ittam alkoholt. Én viacemben nem, tényleg? Semmi? Én viacemben nem volt alkohol. Én 12 éves korom óta jogázom. De la 12 éves praktik joga. Nem tudom, milyen belugva lenni, hála Jóisten. Nu știu cum să fii bea. Nem igazán tudom az alkoholnak az ízét. Nu prest, nici măcar nu știu ce gustare. Nem is hiányzik. Nem, nici nu, mi dor. Szóval, volt egy érdekes történetem. Egyszer egy joga tábort tartottam. Am ținut odată o tábora de joga. És akkor eljöttem, este volt előadás, és akkor beszéltem erről, hogy soha életemben nem ittam alkoholt. Și seara a fost un program și le spuneam că eu am băut în viața mea acolo. Fiatal, fiatal, să zic, oh, tényleg! Și o tânără a întrebat, a, serios? Și hogy, ezért az hogy lehet? Și cum se poate asta? Și eu mondtam neki, hát én, tehát én nem is szeretem az ízét. A szaga is rossz, az íze is. Nici nu miroase bine, dar nici nu dau seama că după mirosul coffee. Ez rossz, én szeretem jó ízű dolgokat, gyümölcslé. Cukurile naturale. Igen, igen, rossz, de megszokod. Da, da, én a szólt, de te obișnuiești. Szóval csak hozzá kell szokatnom magad. Obișnuiești organismul cu alcool. Csak le kell süllyedjél a tamagónába, és egyből jó. Imediat, de ce coborâ tamagóna, imediat o să-ți placă gustul. Köszi. No, mersi. Keep it for yourself. Szóval még őnek is ott volt a megértés. Igen, ez rossz, de hát majd minél többet csinálod, annál utána jó lesz. De fapt, ja, a sincél lesz a szerintem, de totus mi azt pusztad. Aj, bár, tudod már, hogy bejegy, vagy tudod már, hogy az látod. Szóval ez a sajnos, és az végesek, hogy ebben növünk fel. És így bakáltam, hogy sok kristi van aztán. Szóval abban nősz fel, hogy emberek így esznek, és ez a normális. Az emberek nagy része ezt csinálja. Credem că e normal, pentru că majoritatea fac asta. De azt nem jelenti azt, hogy ez jó. De azt nem szemlete si korrekt. Jó nekünk. Bine pentru jó másoknak. Bine pentru tine. Ez nem jelenti azt. Nu înseamnă același. Van egy ilyen magyar vicc. Amivel nem annyira szalonképes megint. Nyernu. Ugye, találsz egy kis darab lókakát az úton. De szépen, és van kaká de... Kaká. De kál, de strada. Rajta van egy cetli. És szkrije, are un acidion. A lószár finom. Este gustos. És akkor oda van írva alá, hogy 1 millió légy. Egy aláírás, 1 millió lé. Ki írta oda? Szemnatúra, 1 millió de muste. Most azért, mert 1 millió lének ízlik a... Akkor ez nem biztos, hogy most nekem egy mérvadó. Pentru că 1 millió de muste... Emberek ebben ülnek föl, ebben vagyunk agyban most. És gustos nem szemnek a simile attribuíció. De közben meg minden másnak ott van, hogy milyen szörnyű hatásai vannak. Szerintem akkor lán toate alimentele, mint tudati, efektele secundare, atât din mentalității, a conștiinței, cât și efectele fizice, sănătății, din vederea sănătății fizice. Szóval például ezért a vegetáriánuság egyfajta kedvező dolog, ami segíti a jó vagyokat. De aceea vegetarianismul este un lucru favorabil, ce ajută yoginul. De mivel jövünk egy olyan háttérből, ahol ez nem annyira természetes. De din cauza că venim dintr-un mediu unde acest lucru nu este. Sőt, az emberek nagy része azt mondja, hogy te bolond vagy. Și majoritatea chiar spun că tu nu ești normal, dacă faci asta. Akkor ugye nekünk van egy fajta fokozatossága, hogy ezt mi esetleg akarjuk, tudjuk adaptálni. És hát most noi avem așa oarecum un stil mai treptat, prin care noi putem să adaptăm acest. Amikor emberek megkérdezik tőlem, hogy miért vagyok vegetáriánus, când oamenii mă întreabă de ce mindig azt szoktam mondani, hogy 3 dolog miatt.
Trei motive. Az első az, hogy egészség. Primul motiv este sănătatea. Amikor valaki meghallja, hogy vegetárián is van, az első dolog az hirtelen nagy dietetikus lesz belőle. Când cineva aude că tu ești vegetarian, se gândește că ești dietetikus lesz abból, aki meg... Hirtelen ő egy nagy dietetikus lesz, aki ehhez ért. Okay. Most már értem. Deci tu, dacă spui la cineva că ești vegetarian, persoana la care îi spui devine automat expert în diete. Să-ți dea sfaturi. Nem, neked ez miért így és így és így és így. Și începe să spună că de fapt... Mondja, hogy... Așa. Bullshit. Szóval ez hülyeség. Dar e o prostie. Fogalmuk nincs emberek, tehát ők mondják, ők hallják azokat a dolgokat, amivel agyban mossák őket, de nem tudják sem, hogy mi van mögötte orvosilag. Ei spălați pe creier de cauza că tot au adunat o felul de informații de peste tot, de habar nu au ce este în spatele lor. Mivel, hogy a világnak egy jelentős része ebből a húsiparágból él, pentru că majoritatea oamenilor trăiesc pe carne. A kormányoknak rengeteg pénze van ebből a fajta adóból. A guvernul din acest tip de impozit își face foarte mult. Egyfajta agymosást csinálnak az embereknek, hogy de ez így jó. Îi spală pe creier pe oameni, așa e bine, mănâncă că e sănătos. Hát egy fél éve, egy éve volt egy olyan hír, van egy ilyen nemzeti minőségi, élelmiszer minőségvédő szervezet. Organizáció a protekciója kalitáció alimentelor. Akik megállapították, hogy a felvágottak rákkeltőek. Care am demonstrat că felvágottak. Olyan hatással, mintha azbestet ennél. Én kássikom, hogy mondta azbest. És ez egy hivatalos kiadvány volt, ami az újságban, tévében mindenhol megjelent. Ezek nem vegetáriánusok voltak, hanem egy minőségellenőrző cég. Ez a legfelsőbb minőségellenőrző dolog. A fost o companie care controlează calitatea elementelor. Și când utána volt egy TV műsor, behívtak valakit. És akkor a fost un TV show reggel, hogy akkor ez van, és akkor elkezdett arról beszélni, hogy hát ez egy szörnyű dolog, hogy ez így kijött. Și o invita pe cineva să vorbească despre această temă. Mert mi lesz, hogyha az emberek ezt megtudják? Mennyi embernek a fizetése, a megélhetése függ ezen? Că de fapt o să fie un lucru rău pentru populație, că foarte multe lume depinde, salariul multor oameni depinde acest lucru. Az emberek elkezdik nem vásárolni ezeket a dolgokat. Pentru că oamenii o să înceapă să nu mai cumpere rezerve. Egy egész iparág dőlhet össze. O să se destrame un întreagă industrie. És az álltam is így néztem. Să-mi stai și mă mutam. Ja, bocsánat, akkor öljünk meg egy csomó embert, azért mert ilyenből éltek. És az egész riport végkövetkeztetése az volt, hogy hát ezt nem kell komolyan venni. Și concluzia întregului reportaj a fost, ok, asta nu trebuie luat în considerare. Szóval a média manipulál, mert az állam akar a médián keresztül valamit manipulálni az embereket egy dologra, ami nem úgy van. Média manipulează, pentru că guvernul vrea să manipuleze oamenii prin media. Mert nekik ez pénz. Pentru ei azt mondja, nekik pénz az alkohol. Nekik pénz az alkohol. Nekik pénz a dohányzás. Nyilvánvalóan minden rossz az embereknek. De ők ebből pénzt csinálnak. Tot ceea ce cauzează probleme oamenilor, pentru ei înseamnă surse de bani. Gyártanak egy ideológiát arra, hogy ez miért normális. Miért normális? Produc ideologii de ce toate lucrurile dăunătoare. Most már azért a világ kezd abba menni, hogy igazából nagyon kiborul ez a bili. Dar deja lumea începe să fie cam sătulă de asta și este cam umple paharul. Hogy a húsiparnak milyen természet romboló hatása van.
Tehát környezetszennyező. Industria, húsipar, industria környi, de poluáz extrém, de múlt natúra. Nyilvánvaló számítások jönnek most már ki. Deja apar rezultate evidente. Rengeteg híres nagy ember ismeri el ezt, hogy ezen most már nem lehet mit vitatkozni. Ci foarte mulți oameni vestiți recunosc că cu asta mai departe. Legutóbb ilyen nagy boom volt, amikor Arnold Schwarzenegger mondta, hogy oké, okay, most már vegánná válok, mert meg akarom védeni a Földet. Mulți multe stari, cum a fost ultima dată Arnold Schwarzenegger a spus că ok, eu acum o să devin vegan. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Brad Pitt. Mindenki kezdi azt mondja, oké, ez így nem mehet tovább, mert ez a climate change, ez a felmelegedés, da, ez el fogja pusztítani a Földet. Așa nu se poate, încălzirea globală o să distrugă pământul. És a húsiparnak egy nagyon nagy felelőssége van ebben. Și industria cărnii răspunde în proporții mari. Másik pedig ilyen economic. Számítás volt, amit szintén nem vegetáriánusok csinálnak. A fost un calcul făcut din punct de vedere economic, care tot vegetariánus. Hogyha a föld lakossága, népessége vegetáriánus lenne, akkor nem lenne éhínség a föld. Care am calculat că dacă oamenii ar fi vegetarian, nu ar fi foamete. Mert egy kiló hús előállításához kell. Pentru că ca să pregătești un kilogram de 100 kiló gabona. Îți trebuie 100 de kilogramme de gabona, cereale, cereale. Amit megetetnek az állatokkal, azért, hogy kapjanak egy kiló húst. Care trebuie să-i dea la animal ca să mănânce, ca ei să obțină un kilogram de carne. Ha a 100 kiló gabona nem állati gabonát ültetnének, hanem ember számára fogyasztható gabonát, akkor nem lenne éhínség a Föld. Dacă acele 100 kg de cereale nu ar fi cereale ca să alimenteze animalele, ci ar fi cereale plantate pentru oameni, atunci nimeni nu s-ar fomenta. Azon túl pedig egy rendkívül nagy környezetszennyező, a víz, a minden, ami ezzel jár, ez pusztítja a Földet. Și tot ce este din aceste fabrici dominează grav natura. De ezt mind félretéve egészségileg az emberi szervezet számára rendkívül káros hatású ez a dolog. Punând totul la o parte, este dăunător sănătății omului. Az emberi test, corpul uman, az emberi test az növényevő. Corpul uman este destinat să mănânce, să fie vegetarian, să mănânce plante. És ezt most bebizonyítom nektek, hogy orvosilag. Și vă demonstrez din punct de vedere la medicină. Orvosilag alátámasztom, hogy ez miért igaz. De ce este adevărat? Ugye mindenki vitatkozik, hogy hát a fog. Ugye? Általában ez egy vita téma, hogy az embernek a foga van szemfog. Se povestește și se vorbește despre aspectul dinților, szemfog. Általában canin. Oamenii au canin. Általában ezen vitatkoznak, mikor vegetáriánusok, hogy jaj, de hát az embernek is van szemfoga. Ca și omul are canin, ca și animalele carnivore, da? Ca și noi ar trebui să mâncăm carne. Ez igaz, hogy van szemfoga az embernek. E adevărat că avem canin. De az sem olyan formájú, mint a ragadozóknak. Dar nu are aceeași formă ca și Predator. Lehet, hogy Draculának volt olyan. Draculához. Ugye, Transzilvánia, Dracula. Lehet, hogy ő neki volt, de azon túl alapvetően egyikünknek sem látom, hogy lenne. Vatikávú Dracula, de nem hallod ezt a nos képozunk el, hogy elsőformakás. Itt van egy, előttem egy táblázat, ami teljes mértékben bebizonyítja, hogy az emberi test növényevő. Care demonstrează nem lehet vitatkozni. Corpul uman este destinat să consume plante. Oké. Okay. Az első rubrika a húsevők. Prima coloană sunt carnivori. Állatok. Második növényevő állatok. Húsevők. Húsevő állatok, növényevő állatok és ember. Așa, carnivore, erbivore, om. Szóval először mondom ugye a húsevő állatoknak a tulajdonságot. Prima dată spun proprietățile carnivorilor. Karmok. Gheare. Húsevőknek karmai vannak. Au gheare. Növényevőnek nincs karom. Gheare nu are un erbivor. Második, a húsevőknek nincsenek bőrpórusok. Da, carnivorii nu au pori ai pielii.
Növényevő állatoknak, alapvetően pláne a nagy testvéreknek bőrpórusuk van. Jövőre, mai lesz animálele de már, kási fizik, a por egyéli. Ragadozók azok a hőleadást lihegésen keresztül csinálják. Carnivore, hőleadás. Expiro, növényevőknél a nagy testűek ugye izzadnak. Da. Jövőre transpira. Majd cse már. Ember is. Lefésom. Kis nyálmirigyek vannak a ragadozóknál. Kis nyálmirigy. English? Carnivore au nyimiri. Az glande? You know what is making saliva? Yeah, glande. Glande, jó. Szóval a ragadozóknak kicsi, a növényevőknek és az embereknek nagy. Da, de carnivorele au din glande mici și erbivorele și oamenii mari. A húsevőknek nincs ptialin a nyálban. A ptialin az egyfajta enzim, ami a magvak emésztésére szolgál. Animalele carnivore nu au ptialin. Ptialin. Ptialin în nyálba, în salivă, care de fapt ajută la digerarea semințelor. Növényevőknél van, embernél van. Erbivore, oamenii au așa ceva. Húsevőknél éles, hegyes frontfogak vannak. Animale carnivore au dinți foarte ascuțiți și mari. Növényevőnél nincs, embernél nincs. Omul nu. Nincs hátsó lapos örlőfog a ragadozóknál. Hátsó lapos örlőfog? This is kind of teeth. What is molar? Molar. Ragadozóknak nincs. Da, nu au dinți plus. Növényevőnek van, embernek van. A gyomorsav. Da, a csigó gastric. Are. Acid. Stomach. Da. A húsevőknek sok gyomorsavuk van. Animale carnivore au foarte multă acid. Növényevőnek, embernek sokkal lágyabb. Mult mai redus la erbivore și la oameni. Ami egy nagyon fontos dolog, ami most jön, nagyon fontos történet. A testhosszhoz, tehát rövid bélhossz. Față de lungimea corpului, lungimea intestinelor e... A ragadozóknál ez maximum 3 méter. La animale carnivore e maxim 3 metri. Az embernek 12 méter. Omul maxim 12. És ez azért van, mert ugye megeszi a húst, mielőtt az rohadásnak indul a bélrendszerben, már távozzon. De ce se întâmplă asta? Pentru că mănâncă carnea și înainte ca acea carne să putrezească, deja trebuie să fie prelucrată și eliminată. És mi a probléma az embernek? La omul care este problema? Megeszi, túl sok időt van benne, és még mikor még nem is távozott el, már elkezd lebomlani, és jönnek ki a toxinok. Ce se întâmplă la om? Mănâncă și încă nici nu a reușit să se fie eliminat, că deja carnea începe să se descompună prin corp și să elimine toxinele. Szóval nyilvánvalóan a bélrendszeren belül hagyja el rengeteg toxin. Deci elindul a rohadás. Sistemul nostru de intestine, atunci acolo începe putrezirea cărnii înainte să fie eliminat și de aceea se eliberează. Ami rendkívüli módon leterheli a méregtelenítő szerveket. Care îngreunează organele care ne ajută să ne detoxifiem. Amikor az édesapám agyrákos lett. Când tatăl meu a avut cancer la creier. Meg is halt. A și murit. Amikor ez kitudódott, akkor az orvos azt mondta neki, hogy azonnal vegetáriánus táplálkozás. Când noi am aflat asta, atunci medicul i-a spus că imediat se devină vegetarian. Az orvos nem volt vegetarian. Dar medicul nu a fost vegetarian. El mondta, hogy
tehermentesíteni kell a méregtelenítő szervezetet. Pentru că trebuie să ușurez organele care detoxifică corpul. Növelni az immunrendszert. Și să crești imunitatea. Akkor te nem így eszel? Și atunci s-a întrebat un medic, păi, și atunci tu de ce nu ești vegetarian? Illúzió. Illúzió. Szóval ez a hosszú bélrendszer, ez automatikusan egy egyértelmű jele a növényevő. Practic, acest intestin de lungime mare îi o dovadă că nu trebuie să mă. Ok, next one. Erős húgysavbontó képesség. Na, megveszem a táblázatot. Mi erős húgysavbontó képesség. Húgysavbontó. Urine acid. Acid care descompune urina. Există așa ceva? Descompune acidul din urină. Enzima care distruge acidul din urină. Să s-a nagyon erős a ragadozóknál. E foarte puternic animalele care és nagyon gyenge a növényevőknél és a az embereknél. Slabla e devoreș animale. Megvan ilyen? Na, a ragadozóknak nagy fogközök vannak. Nagy fogköz. Na, au distanțe mari între dinți animalele carnivore. Növényevőknél zárt fogsor. Da, ierbivorele au dinții. Embernél zárt fogsor. Da, deci nu sunt locuri mari între dinți. Nincs féreg nyúlvány. Maj, nem tudom. Féreg nyúlvány. Mi az? No translation. De Okay, anyway, they have something but they don't have now. Várja, most mondom. Another one is don't have. Féreg. Várja. Féreg nyúlvány. Appendice. Yeah. Appendice. Féreg nyúlvány. Nem is tudom, így kell mondani. There's no appendice. Igen, izé. Okay, ragadozók, akkor azoknak nincs. Nincs, a carnivale carnivore nem. Növényevőnek van, izének van. Csillan dolyán. A másik lefetyeli a vizet, a másik issza a vizet. Da, unui apa, așa obia. Csillanak a testnek a fordítási tesznek. Obia. Drinking water or... Leaking. Lefetyeli a... Leaking, da, linge apa, când obia ceilalți obia normal. A ragadozóknál az állkapocs, csak lefele mozog. A növényevőknél így. Da, maxillarul carnivorilor se mișcă doar în jos și în sus, iar bivoarele... Da, bivoarele. Este ca gumă. Növényevő. Da, așa este. A bélfal a ragadozóknál sima. Peretele intestinului la animale carnivore este neted. A növényevőnél bolyhos, meg az embernél is. La animale și ierbivore bolyhos. No, there is something in the bowl, and some... Por. Bolyhos. Bolyhos. Hát, nu-i neted. Când ceva e fin, neted și zgonțuros, nu, cumva. Are por. No. A ragadozóknak érdes a nyelve. Animale carnivore au lingua aspră. A növényevők nagy részének, a többségüknek sima. Ce și ierbivorile și animalele au lingua de vacă, mâncați. Húsevőknek savas az epéjük. Bila carnivorelor este savas, acid. Acid. Da, bila. Növényevő ember lúg, lúgos. Iar la om, egy mai acid, what is the opposite? Bazit. Bazit. Nincs cellulit bontó enzim. Nu există enzimă care cellulit bontó enzim. Descompune celuloză, cred că. Da.
celuloza. They cannot digest cellulose. Nu pot digera celuloza, practic. Növényevő ember, igen. Noi, da. Și e bivorele. És akkor itt az utolsó az, hogy a szemfog keresztmetszete kerek, és a gyökerénél sima. Szemfog keresztmetszete. Deci canile diferă la unul și la... So that is different form. Canile. Deci există în subcunea. They have a different form of teeth. That's all. Da, deci dinții diferă. Încă o dată. Da, mă spune el că nu știu ce canal cu... Ah, nu știu care canal, dar nu știu care dinte e diferit față de al nostru. So, almost nothing same. Aproape nimic la fel. Igazabil semmi nem ugyanaz. Între animalele carnivore și om. Decât e herbivorele și om. Da. This is facts. Ezek tények. Asta sunt... És ebből kifolyólag rendkívül sok egészségügyi probléma adódik abból, hogyha egy dízelautóba benzint töltesz. Și din cauza asta putem să ne creăm foarte mari probleme, ca și cum pui benzină într-o mașină dízel. Mással megy. Cu altceva funcționează. Ugye, egy ravadozónak adsz zöldséget, gyümölcsöt, beteg lesz. Dacă îi dai la un predator legume și fructe, o să se îmbolnăvească. Predator. Predatorul pătătesc. Dacă mă rog, îl mazi predatora. Hát, hogyha én otthon hazamegyek, és a predator meg ilyeneket adok. Predator. Alien és predator. Jó. Na jó, din engleză, red. Hát igen, mondjuk azt jár. Ez románul is így van, hogy ragadozó? Predator. Hát egy betű. A predancia na ofiri. Da. Oké. A renunca. Terminator. Terminator, alien, Terminator. Jó, hogy egy Terminator. Látod, már Terminator is vegetárián. Szi Terminator, éves. Schwarzenegger, egyik ember. Na, Schwarzenegger, éves. Even Predators. Ez jó volt. Oké. Szóval itt nem akarok belemenni jobban ennek az egészségügyi részébe, mert minden erről lehetne workshopok tömkelegét tartani. Abszolút orvosilag alátámasztott, hogy nem egészséges. Nu aș vrea să intru foarte mult în acest aspect din partea de punct de vedere al sănătății fizice, pentru că toate medicina chiar demonstrează faptul că este sănătos să mănânci carne, pur și simplu. A másik rész, hogy a morális része a második ok. A doilea motiv pentru care sunt vegetarian, da, este moral, din punct de vedere moral. Paul McCartney, ugye ő egy nagy állatvédő vegetáriánus. Paul McCartney este... Neki van egy mondás, hogy... Vegetarián si a por animalele, okra testvére van egy leányozikálő. Hogyha a vágóhidak falai üvegből lennének, mindenki vegetáriánus lenne. Dacă pereții abatoarelor ar fi din sticlă, atunci toată lumea ar fi vegetarian. Da. Volt Amerikában egy idő, amikor kibéreltek egy mozit. A fost odată un timp într-o dată. A fost un timp în America când au închiriat un cinema. Ingyen lehetett bemenni a moziba. Puteai să intri pe gratis la cinema. És ilyen vágóhidról készült filmek mentek benne. Și mergeau filme făcute la abator. És csináltak egy felmérést, hogy a belátogató emberek 80%-a lett vegetarián. 80% din cei care s-au uitat la film, a devenit vegetarián. Mert ez egy illúzió, hogy amikor bemész a boltba és néz a húspult előtt, hogy akkor az valami élelmiszer. Pentru că e o iluzie să crezi că dacă mergi acolo la frigiderul cu cărni, és akkor aliment acolo. Kivéve amikor ilyen disznófej meg ilyen lábak vannak felakasztva. În afară de faptul când îți agățate capul de la vită sau piciorul de porc sau alea, da, pot fi animale de acolo. Morbid. Nu prea de ugye az emberek tudatában az van, hogy ez ennivaló.
Dar în conștiința oamenilor este că e aliment. De azt, hogy mit, hogyan lett az az, és hogy mind mentek azon keresztül, és hogy ez az egész dolog hogy van, nagyon sok ember, mikor ebbe belelát, akkor azt mondja, hogy hát, én nem akarom. Foarte multe lume, după ce privește puțin mai adânc și în spantele lucrurilor, își dă seama că cum ar vrea să facă. Én ebben nem akarok részt venni. Nu vreau să fac parte în așa ceva. Nagyon sok történet van, amikor kicsi gyerekek, 3-4 évesen, realizálják, megértik, hogy mi történik, és azt mondja, hogy én soha többet nem eszek húst. Azt mondta a kázor, kárik. Bocsánat. Oxigen. Kázor, kárik copil la 3-4 ani realizează anumite lucruri și ei de acolo, de atunci decid că nu vor să mănânce carne. Poate nu like-i și video-uri. Nu știu cum se numește. Sunt video-uri pe YouTube, chiar am văzut unul. Începea să explice la părinți. Ez nagyon egyszerű dolog. Vagy mondani az embereknek azt, hogy, hogy oké, vágd le te. És akkor azt mondja, 10-ből 9 azt mondja, hogy én nem. Aztán, de când îi spui la om, oké, taie tu animalul ăla. Meg akarod enni? 9-10, sigur, n-o să pun. Meg akarod enni, ott van ez kis boci, szereted a borjúpörköt, tehát menjél oda egy késsel, és ezt az ártatlan szemű állatot szúrd le, vágd el a nyakát, és no, când dacă îți place mâncă vită, atunci du-te la vițel și finge cuțitul în animal când se uite la tine cu ochii ăia falsi, da. Sual, în ebbe, aspunum, în ebbe nu veseg crezi. Și atunci eu nu vreau să fac parte în așa ceva. Și acum van a harmadic ok, a karmicus ok. Și al treilea motiv, motivul karmic. Ami mai mult spiritual. Care deja este spiritual. Az, hogy ha megértem a karmának a működési elvét. Înțeleg principiul pe care se bazează funcționarea karmei. És akkor látom, hogy én problémát okozok másnak, szenvedést okozok másnak, az ugyanúgy visszajön rám. De ha én ugye szuperinca által helyezem tovább, nem minden. Akkor azt mondom, hogy várj, nem, nem akarom. Aztán, de én nem annyit nem ér. Azt nem értem. Szóval ezek az elvek, ami úgy mozgatják ugye az ahimszának a hátterét. Aceste principii sunt principiile care mișcă ahimsa. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdés? Sunt întrebări legate acest subiect. Mert akkor egy kicsit még mehetünk a... Oké, hogy akkor ez, de ezt hogyan valósíthatom meg? Putem să ne îndreptăm atunci înspre cum putem realiza atunci aceste lucruri. Miket, miket egyek akkor, hogyha nem azt, hogy kérdezik vegetáriusul, hogy mit eszel? Ce pot mânca dacă nu pot mânca carne, vegetarieni primesc tot timpul multe bără. Păi, dar tu ce mănânci? Crumpli meg kovászos și uborka. Vajos pegyét. Nálatok van ilyen tradicionális vasárnapi ebéd? Van. Van, amíg mindenki azt teszi. Igen, töltött káposzta, meg húsleves. Ez a tradíció. Töltött káposzta, meg húsleves. Húsleves, igen. Na, nálunk meg rántott hús, meg sűrű krumpli. Oké, m-am întrebat dacă există o tradíció la noi, pentru că în fiecare duminică, tradíció a familiei, minden sucra salád, ezt teszi vasárnap. Sarmale, sucă de carne, da, la ei este... cartofi și șnițel. Șnițel, șnițelul cu cartofi, pai, da. Az átlag ember az ismer négy fajta fűszert. Amúgy is négy fajta sóbort, paprika. Patru ingrediente, condimente. Só, sare, piper, sóbors, paprika. Bor. Ardei. Sóbors, paprika. Atât. Krumpli, hús. Kartof, carne. A saláta nekik az ecetes uborka. Salata pentru ei este o castravete în lichid din ăsta. Murat. Da, castravete murat. Nu, ca acela. Nu există cultura despre mâncare. Sau pe aia, sata comită, e voia și căderea ne-am la ea. Ce mănânci? Că pâine însă nu poți să mănânci la ziua, nu? Most érdekes, hogy igazából ugyanazt a konyhát meg tudod csinálni. Hús nélkül.
interesant este că aceeași bucătărie poți să-ți o creezi fără carne și inclusiv poți să creezi aceleași gusturi. E rendkívül ízletes formában, ugyanolyan. Cu gusturi foarte interesante, chiar mai interesante și mai gustoase decât carnea, cu carne. Most nyílt egy vegan street food étterem Budapesten. S-a deschis un street food vegan restaurant. Ahol ilyen hamburgerek meg hot dogok vannak. De sunt numai hamburger și hot dog. Betyár jó. Extrem de bun. De vegan. Szóval, hogy van 10 féle hamburger, de mindenféle egészséges dolog, a szuper ízek. De a kombinálte gusturile interesant. Szóval még ez is létezik, hogy mindent meg lehet csinálni úgy, hogy egészséges dolgokból. De és chiar dacă mănânci vegan, ai un spectru. Nem kell meghalni senkinek, érte. Nu trebuie să moară nimeni. Szóval csak nekünk meg kell tanulni, hogy hogyan. De én mă că trebuie să te informezi cum să mănânci, ce să mănânci, ce cu ce să combini. Nézzünk egy pár